Egy újabb csütörtök délutánon köszöntünk titeket, itt vagyunk a Kozmakati életút tanácsadóval, Egység lelki egészség magazinunk egy újabb, jó, friss, ropogós részével. Szia, Kati, szép délutánt! Szia, szia! Hát, frissek lehetünk mondjuk a mai témánk után is, mert lehet, hogy átértékel lehetünk, akár mondjuk én is, és a hallgatók is sok mindent azáltal, hogy miket mondasz és miket hoztál a mai részre. Hát ugye a siker ez már szóba került az előző adásunk végén, úgyhogy erre most így rá is haraptunk, és ezzel megyünk tovább. Meg tudjuk-e élni a sikereinket? A már sokszor emlegetett rohanás, teljesítménykényszer és a mindig van még 5000 másik dolog mellett. Hát igen, ez egy nagy kérdés. Te mit gondolsz erről, Kati? Ez olyan, mint a kifordítható, befordítható bundakesztyű. Amikor a másik elmondja, hogy ő miket csinál, vagy miket csinált, vagy mit ért el, akkor azt el tudjuk fogadni sikernek. Amikor arról van szó, hogy én mit értem el, az sokkal ritkábban. És ez általában abból adódik, hogy vagy nem teljesen úgy sikerült, ahogy én azt el szerettem volna érni, vagy pedig annyira kifáradok a végére, hogy már nincs erőm örülni. Tehát egyszerűen csak így befejeződött, és az ember állott. Én például a saját diplomámat, amikor megszereztem, átvettem, és olyan hatalmas üresség volt. Én annyira fáradt voltam, hogy csak a hatalmas üresség, hetek teltek el, mire elkezdtem tudni örülni annak, hogy vége. Ezt szokták is mondani ilyen nagy drukkos időszakok után, hogy ez talán valahol normális is, hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy az ember feldolgozza, és tényleg át tudja élni, meg tudja érteni, hogy ez megtörtént. Igen. Hogy ez igen. Így igazából lényegében akkor senkinek nem kell izgulnia, hogyha egyből azt érzi egy teljesített hajrá után, hogy akkor most igazából még így fel se fogtam, hogy ez már nincsen. Nekem, ugye te is mondtál itt diplomaosztós példát, nekem meg az jutott eszembe, amikor államvizsga után, ott is úgy gondoltam, hogy na hát, hogyha ez meg lesz, akkor rengeteg kő borul le innen a vállamról, és utána mennyi mindenre tudok majd figyelni, és utána fellélegzek, de a fellélegzés az nálam valahogy kimaradt, és azon kezdtem egyből agyalni, hogy oké, de akkor mi lehet a következő 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolog, amit még el kéne intézni. Így, erre vagyunk. Oké, akkor nem vagyok egyedül, megnyugodtam. Erre szocializálnak minket, vagy erre nevelnek minket nagyon sokszor, illetve az élet, vagy a környezet igazából erre kényszerít, ha nem figyelünk oda, nem vagyunk észnél. Mert gyakorlatilag mi történik? Az ember még be se fejezte az általános iskolát, már elkezd azon gondolkozni, hogy középiskola, akkor jönnek ott a felvételik, meg a készülők, meg a nem készülők, meg úristen fölvettek, vagy nem vettek föl. Akkor ott végre fölvesznek, akkor ugye megint azon, tehát nem azt mondjuk, hogy hú, illetve sokan nem azt mondják, mondjuk azért itt még tudnak örülni nagyon a gyerekek, amikor legördül a szívükről, hogy fölvettek, teljesen jó, jó az, hogy oda vettek föl, és mehetek, és onnantól kezdve az utolsó fél év a szegény tanároknak azért nehezebb, mert a megkönnyebbül diák serege nagyon nehéz egyben tartani, tehát gyakorlatilag a zsákból hát egyszerűbben tartod egyben mindezeket a gyerekeket, és utána ugye 4 év különböző kisebb-nagyobb küzdésekkel, kisebb-nagyobb célokkal. Eljön utána az érettségi, akkor azon küzdünk, hogy érettségi. Az érettségit még meg se csináltuk, előtte már fél évvel arról van szó, hogy jó, lesz az érettségi, de utána már tudnom kell, hogy hova akarok menni. Tehát gyakorlatilag az egyiket még be se fejeztem, és nincsen idő, tehát nem is tudom, hogy fogom befejezni, és előre meg kell jósolnom, hogy hova fogok tudni fölvételizni, ami azért elég nagy jós tehetség szükségeltetik hozzá ebben a korban. Nagyon sok ember nagyjából sejti, hogy merre menned, igazán kristályosodva, most őszintén, hát 30-40 éves korunkban jutunk el odáig, hogy valóban tudjuk, hogy most már ezt tényleg szeretem csinálni, amit épp csinálok, vagy ezt tényleg abba akarom hagyni, amit csinálok, mert ez abszolút nem az én műfajom, és akkor 17-18 évesen kell arról dönteni, hogy a következő 20-30 évem, de legalább az az 5-6, ami ezután jön, akkor mit fogok csinálni. Tehát
tulajdonképpen kicsit a mi társadalmunk igényelni a jósgömbök használatát, csak sajnos ilyen tanfolyam nincs. Meg van alapozva rendesen így ezeket is most hallva, és itt én is átgondoltam az a rész, hogy tényleg utána is bennünk maradjon ez a folyamatos előre tervezés, mi lesz akkor, és már a következőre gondolunk. Arra is gondolunk, hogy jövünk még egy következő résszel néhány zene után, várunk vissza titeket akkor is Kozma Kati életút tanácsadóval. Az előbbiekben vélhetően és talán remélhetőleg is többen fellélegeztetek, vagy mondhatom azt is, hogy fellélegeztünk, hogy bizony nem vagyunk azzal egyedül, hogyha nem mindig tudjuk megélni úgy azt az elért eredményt, ahogyan terveznénk. Az pedig egy másik dolog, ugye Kati már említette az előbb, hogy 18 évesen mondjuk nehéz is kitalálni, és nem baj, hogyha úgy érzi az ember, hogy még nem tudja határozottan, hogy mi az, amit szeretne. Jól gondolom, hogy itt is érdemes, sőt, akár nem kudarcként kell megélni, hanem inkább pozitívumként, hogyha több mindenben kipróbálja magát az ember mondjuk ott a 18 éves kora utáni időszakban, ahogyan egy pálya felé elindul. Igen, itt nagyon fontos, hogy kerüljük el azért a sodródást. Hogyha valakinek több irányban van az érdeklődése és a figyelme, akkor ha jelentkezett valahová és nem biztos abban, hogy oda most pont föl fogják venni, akkor lehet egy B-változatot fölvetni, hogy de nekem van egy másik kedvenc témám, és azt hogyan lehetne? Lehet arra az egy évre mindenféle továbbképzést és képzést megnézni, hogy addig azt elvégezze, és utána mehet tovább. Ez két dolog miatt jó. Egyrészt, mert nem ül otthon, és nem lustul el az agya, meg úgy egyáltalán az egész személyisége nem esik szét attól, hogy hirtelen nincs mit csinálnia. A másik az, hogy nem esik ki abból, hogy tanulnia kell. Sőt, mi több az is lehet, hogy igazából új gondolatokat és kapukat nyit meg előtte, vagy akkor jön rá, hogy lényegében ez az út valóbb neki, és nem is az, amit annyira áhított, de nehéz, vagy nem tudta elérni még előtte. Igen, de én nem adnám föl azt a másik lehetőséget, csak hát amíg adódik jelezni. Egy kis idő, addig a helyet, hogy morcognánk és türelmetlenül várnánk, hogy elteljen az egy év, ahelyett ezt töltsük hasznosan. Hogyha türelmetlent akarsz egyébként megismerni, akkor hello, itt vagyok rögtön veled szembe, tehát mindenkit megértek. De kiben nincsen türelmetlenség? Akár hát ezt a nagyon kevés emberben nincsen türelmetlenség, illetve nagyon kevésben van türelem inkább. Ez egy érés, és sokaknak egy jól megdolgozott személyiségfejlődés következménye a türelem, kevésbé a hozott. Tehát gyakorlatilag ilyenkor legyen igenis B-verzió, és tudjuk azt a részét kvázi megünnepelni, tehát hogyha megvan az érettségi, akkor azt igenis veregessük meg a saját vállunkat, hogy megvan az érettségi, és ne azon kezdjünk el lesújtva lenni, hogy jó, de a következő mi lesz. Most ezért kapunk önmagunktól egy válveregetést, és majd a következőt higgadt fejjel, amikor nem tombol bennünk a mindenféle erre akartam, meg arra akartam menni, meg nem így terveztem érzés, akkor ezeket szépen újra gondolhatjuk. Lehet ehhez akár elmenni beszélgetni olyanhoz, aki ebben tud segíteni, és tapasztaltabb. Szóval az ünneplés is fontos, ahogyan úgy említetted, egyrészt saját magunk részéről, és az, hogy ezt hogyan vihetjük, hozhatjuk magunkkal majd a folytatásra, ezt még mindenképpen eláruljuk és átbeszéljük a következőkben. Várunk vissza titeket néhány sláger után Kozma Kati életút tanácsadóval. Megjutalmaztuk itt magunkat egy-két finom falattal a két beszélgetés közben, hát kell a töltődés, de mi mindennel jutalmazhatjuk magunkat, vagy akár a szülők, a gyerekeket, hogyha már kicsikorban szeretnék elkezdeni azt tudatosítani, hogy majd amikor felnőtt lesz a gyermek, akkor magával tudja vinni, hogy egy-egy sikert meg tudjon élni. De nagyon fontos, hogy nem feltétlenül finom falatokkal kell ezt ünnepelni, és mindjárt Kati, én úgy gondolom, hogy el is mondja, hogy mi van mögötte, és mit érdemes ilyenkor átgondolni. A legkönnyebb jutalmazni egy-egy sütikével, vagy egy üdítővel, vagy valami hasonlóval, gyorsan elérhető, frappáns, stb. Igen ám, csak hogy ezzel a gyereket arra is szoktatjuk, hogy mindig ezzel jutalmazza magát. Sokkal jobb lenne, hogyha egyrészt betartanánk a fokozatosságot. Tehát én azt például ritkán tartom jónak, hogy egy ötösért mondjuk fizetnek, mert hallottam én ilyet is. Sokkal inkább az, hogy
ügyes vagy, büszke vagyok rád, és ezt tanulja meg a szülő kimondani. Mint ahogy azt is, hogy szeretlek. Meg azt is, hogy lesz ez jobb is, de legközelebb próbálj odafigyelni. Lényegében tehát, akkor a gesztusoknak nagy jelentősége igen, van, és ezekre kell nagyobb figyelmet. A szónak fordítani is nagyon nagy jelentősége van, sokkal nagyobbnak, mint amit a szülők fáradtan, félig odafigyelve, hazafelé a munkából, ugye cipelve az elsős-másodikos gyereknek a táskáját esetleg, mert hogy a gyerek is fáradt, és nem figyel oda úgy, hogy mit mesél a gyerek, pedig a gyereknek ez nagyon fontos. Az pedig, hogy ő tud-e lelkesedni ezért, ez beépíti a gyerekbe, és majd később jön ennek a pozitív, vagy kevésbé pozitív következménye. Ezt kihathat akkor, bocsánat, arra, hogy felnőttként majd az a gyerek mennyire tudja pozitívan értékelni az egy-egy elért célját? Így van, mert ő megtanulta azt, hogy, tehát hogyha a gyerekként én azt tanulom, hogy nekem ez a kötelességem, és nem jár érte jutalom, nem jár érte elismerés, akkor felnőttként sem tudok örülni annak, hogy én valamit elértem. Tehát akkor olyan, mintha bekapcsolna egy motor, hogy nekem ez a dolgom, hogy elvégeztem ezt az iskolát, megcsináltam azt a képzést, most dolgozom, és hogy úgymond azért nem tudja megünnepelni az ember, mert azt hiszi, hogy ez az alap. Ez miért kéne, hogy ugye olyan nem adja meg legyen a módját, és ez nagyon sok mindenből eltűnt manapság, hogy nem adjuk meg a módját, és a módját megadni természetesen nem feltétlenül nagyszabású dinomdánomon lehet, pici dolgokkal is. Volt olyan, hogy év végén én úgy éreztem, hogy igenis jól teljesítettek a gyerekek, a gyerekeim pedig le voltak törve, mert az általános iskolában nem ők kapták azt a bizonyos könyvet. És utána elmentünk, és bementünk a könyvesboltba, és választhattak maguknak könyvet. Ők is örültek, elégedettek is voltak, én is elégedett voltam, mert kvázi meg tudtam őket dicsérni, és ki tudtam mutatni azt, hogy értékes az, amit ők csinálnak, és bennük sem lett akkora hiányérzet. Most az jutott eszembe, hogy azért nyugtassuk meg azokat a hallgatókat, akik most felnőttként úgy érzik, hogy nem adják meg maguknak ezt a figyelmet és jutalmat, hogy lehet ezzel még változtatni már felnőtt korban is. Persze, természetesen az első lépés mindig az, hogy észreveszem, hogy valami hiányzik. Ismertem én olyat is, aki munkaváltásban, tehát ő már gondolkozott azon, hogy menni kéne, ő már körülnézett, és hirtelen volt egy közös megegyezéssel történő leszámolás, és azt vártuk, vagy attól tartottunk, hogy most összeomlik, vagy szomorú lesz, és azt mondta, hogy gyertek, bontsunk egy kocintani valót. Teljesen mindegy, mi akkor gyerekpesgővel kocintottunk. De lényeg az, de hogy meg tudta élni. Megünnepeltük. Megünnepeltük, azt mondta, hogy itt volt az ideje annak, hogy azt lezárja. És azzal, amikor így zárunk le valamit, azzal viszont saját magunknak egy akkora új lendületet adunk, hogy a következő munkahelyünkre nem úgy megyünk, hogy még az előzőt heverjük ki, hanem újult erővel és lendülettel és vidámsággal, igen. Na, így várunk vissza titeket nem sokára. Bízunk benne, hogy itt maradtok, folytatjuk még a beszélgetést Kozma Katival. Mondta már Kati, hogy pozitív ember, pozitívan gondolkodik a dolgokról. Most is gondolkodjunk így pozitívan, ugye a sikereket megélni. Hát igen, ezt az embernek néha azért gyakorolni kell, erről is van szó itt a mai adásban, ahol most folytatjuk is a beszélgetést. Az, hogy felnőttként mennyire éljük meg ugye a sikert, ami már itt szóba került, hogy persze daráljuk egymás után a tennivalókat, a teljesítendő feladatokat, külső visszajelzés viszont lehet, hogy érkezik a szeretteinktől, a barátainktól, akik jól ismernek minket, hogy hát azt a mindenit, ennyi mindent megcsinálni, ez nagyon szép teljesítmény, közben meg lehet, hogy mi magunk feltesszük a kérdést, hogy ez alap. Hogyan lehet ilyenkor engedni azt, hogy elhiggyük, és ne csak legyintsünk rá, hogy jó, ő ezt mondta, de én nem ezt érzem. Nyilván, hogyha az ember olyan családból jön, ahol megdicsérgették, akkor könnyebb. Hogyha egy inkább kritikusan fölálló családból jön az ember lánya, akkor nyilván ahhoz szokott, hogy neki mindent is meg kell csinálni, és hiába tudom én is, és tanítom, és odafigyelek, és jó, most már ezért elkapom magamon
ezeket a dolgokat, de alapvetően engem akkor szoktak figyelmeztetni a barátok, amikor el vagyok szontyolódva, és azt mondom, hogy hát semmire nem jutok, mert hogy nem sikerült, és fáradt vagyok, és még mindig elég, minden van, és hát, még mennyi ugye? Minden van, igen, és azt se tudom, merre van előre, és akkor megveregetik a vállam, hogy jó, jó, de hát mi ennyitől befonnánk a szemöldökünket, és akkor azért az emberbe, persze ettől nem lesz senki több idővel nem fog rendelkezni, meg boldogabb, meg egyáltalán, de valahogy mégis megvan az a visszajelzés, hogy nem hiába csinálom, van értéke annak, amit csinálok. És ebből lehet egy ilyen hosszabb távon kitartó boldogság és örömforrás, tehát hogy akkor átkapcsolja az emberben, hogy időt ad arra, hogy igen, ezt a visszajelzést adták, tehát akkor lehet, hogy van alapja, és akkor nem csak abban a pillanatban éli meg a pozitívumot, hanem hogy így tovább gondolja, és akkor ez a hosszabb távon hat ki rá pozitívan. Igen, gyakorlatilag igazából az ember meg tudja tanulni, vagy bele tud tanulni abba, hogy reálisan lássa saját magát is. És igen, azt tudja mondani, hogy azért eljutottam, egy csomó mindent csináltam. Erre általában akkor kerül sor, nyilván nem 20 évesen, mert akkor még ritkább, de kicsit később, egy 30-40 évesen, már azért egy csomó mindent kipróbált az ember, és amikor erről mesél, akkor tudatosodik, legalábbis bennem úgy szokott lenni, hogy erről mesélek, vagy valakivel szóba kerül, és akkor tudatosodik, hogy mennyi mindent már kipróbáltam, megéltem, megnéztem. Ott felértékelődnek így a dolgok, úgymond. Igen, és úgy összerakódik az a sok kis mozaik, amit az ember az életében átélt. Az, hogy milyen embernek a visszajelzéseit mennyire vesszük magunkra, gondolom itt fontos, vagy mennyire fontos a kapcsolatnak a mélysége, vagy a miensége. Természetesen nagyon fontos, érdemes odafigyelni, hogy kinek a véleményére hallgatok. Én általában azt szoktam mondani, hogy volt, aki ezen meg is sértődött, hogy nálam a barátság az olyan 2-3 évnél kezdődik. Addig jó ismerősök vagyunk, és ez sem egyszerű nálam elérni, de a barátság az 2-3 év, és akkor onnan már úgy látja mindenki, hogy mennyire lehet a másikban megbízni. Plusz ugye sok mindent átéltek, és akkor hitelesebb a visszajelzése, hogy hogyan látja a másik. Így van. Embert. Esetleg tudom, hogy bizonyos dolgokban egyformán látjuk a világot, tehát hogyha ő azt mondja rá, hogy arra menjél, arra ne menjél, akkor az érdemes figyelembe venni. Bizonyos esetekben meg annyira különbözik az ízlésünk vagy valami, hogy nem érdemes. De abban bízunk, hogy most már látjátok azt, hogy miért és hogyan érdemes átgondolni azt, hogy bizony sikerek vannak, ezeket meg lehet ünnepelni, meg kell magunkat ezért dicsérni, és ez egy jó dolog, ezt nem kell. És a sikerek azok nem feltétlenül az a nagy hírnév és csillogás. A siker az, hogyha az, amit én kitűztem magamnak, azt el tudtam érni. És ez lehet akár egy alapvető sűrű heti teendők listájától is. Igen. Igen, akkor is, ha sikerült a heti hajtás után még betervezni azt, hogy elmegyünk egyet kirándulni, és még sikerült egy jó vacsorát vagy egy ebédet főzni, vagy elmenni moziba, és az sikerélmény, mert azt, amit én elterveztem, azt jól, jó kedvel meg tudtuk csinálni. Ugye ti is érzitek a sikert, bízunk benne, hogy ez kitart majd a továbbiakban is, hogyha pedig kérdésetek lenne, akkor írjatok nekünk bátran, témajavaslatok is érkezhetnek, mindenféleképpen várunk titeket egy hét múlva csütörtökön, akkor is beszélgetünk egy jót Kozma Kati életút tanácsadóval, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Én is köszönöm, és most már én is mondom, szia Laura, és olyan jó veled beszélgetni. Szia, sziasztok! Várunk titeket is, szia Kati!